amikor ifjúkoromban tár még gyermek is voltam. Petróleum lámpa fénye mellett varázslatos estéket töltöttünk el együtt nagyanyámmal és testvéreimmel. Gyermek és ifjúkori történeteit írta meg Rés Zoltán a legújabb könyvében. A régi ház előtt Esti csendben című kötet a költő 70. születésnapjára jelent meg. Ahogy említettem, egy bizonyos kor után az ember végig gondolja az életét, és én úgy érzem, hogy mindenki adós azzal, amit értékessé tud tenni a múltjából, és ezt az adósságomat törlesztettem ezzel a szülőpalom felé. Rés Zoltán híradónknak elmondta, csodálatos érzés volt számára a régi emlékeket felidézni. A kötet bemutató nem csak a családtagok, hanem régi barátok, ismerősök is köszöntötték az írót. Jó leső érzés volt nekem először is, hogy a Rés Zoli megkeresett. Régi kapcsolatunk azzal kezdődött, hogy van nekünk egy napi egyesületünk, és a Zoli ide tagként belépett hozzánk, pártoló tagként, és utána pedig az irodalmi körrel is sokat szerepeltek nálunk. Mi megszerettük nagyon az ő írásait, és a többi költőtársait is, és nekem számomra ez egy megtiszteltetés, hogy ma ezt a napot ő nekem is szánja egy órába, vagy egy fél órába. Rés Zoltán 1948-ban született Kiskomáromban. Írásai több zalai és országos napilapban, kulturális folyóiratban is megjelentek, valamint újságíróként és szerkesztőként is tevékenykedett. Több irodalmi és művészeti egyesület alapítója, a zalai kulturális élet egyik meghatározó alakja.